Szervusztok! Én az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozom. Ki az, aki itt volt az első fél évben, az első előadáson közületek, amit én tartottam? Senki? Jó, mert akkor arról beszéltem nagy általánosságban, hogy mivel az volt az egész tanfolyam nyitó előadása, hogy milyen az, hogyha valaki az orvosi egyetemre jelentkezik, és utána mit jelent egyetemistának, majd kezdő orvosnak lenni. De ezekkel az információkkal már megismerkedtetek. És én kardiológus vagyok és belgyógyász, és akkor az volt a mai nap célja, hogy egy picit a kardiológiát és ezen belül a saját kórházamat bemutatni. Az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozom, és két kis filmet mutatnék először. Az egyik egy ilyen nagyon rövid klipszerű film a kórházunkról, a másik pedig egy részletesebb, amiben bemutatjuk, milyen tevékenységeket folytat a mi intézetünk. Remélem, ezen lesz hang. Hang az van hozzá, vagy halljátok? Igazándiból azért ez egy folyamatos üzemmód kéne, hogy legyen, nem ilyen megszakított. Majd ezekről az első bemutatkozó kockák után lesz hosszabb is. Nem baj. Ez egy ilyen szétnyitott mellkas, igen. Tehát ez egy ilyen bemutató volt arról, hogy a kórházunkban milyen, láthattátok, hogy döntően ilyen műtétes dolgok történnek. És remélem a másik film fog elindulni, ami pedig egy részletesebb bemutatása arról, annak, hogy hol tart, illetve tartott néhány évvel ezelőtt a kardiológia Magyarországon. Ugye ez a szívgyógyászattal foglalkozó tudomány. Thank you.
Most egy picit megállítanám, mert elmesélném azt, hogy mit is láttatok eddig. Tehát a kardiológia a belgyógyászatnak az egyik igen nagy szelete. A belgyógyászat témakörébe tartoznak a szív- és érrendszeri betegségek, ez a kardiológia, a gyomorbélrendszeri betegségek, a gasztroenterológia, az endokrinológia, a hormonális betegségek, a vesebetegségek, a hipertónia kezelése, a vérképzőszervi betegségek kezelése, tehát hatalmas területté fejlődött a belgyógyászat az elmúlt évszázadban. Ezért klasszikus értelemben vett belgyógyászokról ma már nem beszélhetünk, bár egy nagyon-nagyon szép feladat lenne, hogyha valaki úgy az egész szervezet belső működését, annak minden betegségével és kezelésével tudni akarná. Erre a mai orvosoknak már nincs lehetősége. Minden terület olyan nagyon specializálódik, és minden egyes belgyógyászati részterületen belül olyan töménytelen mennyiségű információ áll az ember rendelkezésére, hogy azt már követni nem képes. Régebben a belgyógyászat az hagyományosan egy gyógyszerekkel, kivizsgálással, gyógyszeres kezeléssel működő terület volt. Nagyon élesen elkülönült ettől a sebészet, és mindig egy olyan ősi ellentét feszült a belgyógyászok és a sebészek között, mind életfelfogásban, szemléletben, gyógyításban. Ugye a belgyógyászok voltak azok a kemény gyerekek, vagy azok a puha gyerekek, akik csak a tablettákat adják a beteg szájába, de igazándiból minden felelősséget elkerülnek. A sebészek meg azok a kemények, akik vágnak, megoldják, aztán kész, minden mehet. Meg van gyógyítva a beteg. Igazándiból ugye a két területnek nagyon együtt kell működni, de amit ebből a filmből már eddig láttatok, az azt mutatja, hogy a belgyógyászatnak ez a területe, a kardiológia, ez nagyon speciálisan fejlődik egy műtétes irányba. Ez a műtét első típusa, amit most láttunk, ez a szívkatéterezés. Régebben, hogyha valakinek infarktusa volt, akkor ezek 30%-a meghalt az első napon. Ma már a korszerű kezelésnek a hatására ez minimalizálódott, ez a szám. A régi kezelésben a nagy előrelépést jelentett, amikor vérrögoldó kezelést alkalmaztak az infarktus elhárítására, mert kiderítették, hogy a szívinfarktust az okozza, hogy a szívet elzáró, vagy a szívet ellátó koszorú erek közül valamelyik egy vérrög által elzáródik, és erre fejlesztettek vérrögoldó infúziókat. Aztán ezt beadták a betegnek, és vagy feloldotta a vérrögöt, és vagy átjárhatóvá vált az ér, vagy pedig nem. Ez a későbbiekben derült ki, a beteg későbbi állapota jelezte, hogy megoldódott az elzáródás, vagy sem. Aztán lassan kifejlődött az úgynevezett koszorúérfestés koronarográfia tudománya, ami abból áll, hogy a szívet ellátó ereket egy vékony kis katéter segítségével festékanyaggal töltik fel. Ezt a következőképpen csinálják. Valamelyik nagy artérián, ez lehet a combartéria, vagy a csuklón lévő artéria, amit általában kiszoktak tapintani pulzusnak. Ennek az artériának a szúrásával, helyi érzéstelenítésben, nem altatásban, egy vékony horgászsinórhoz hasonlító drótot feltuszkolnak, ezt majd látszódni is fog, ahogy így a műtőasztalnál igazándiból nem folyik a vér, és így nézik a monitort az orvosok, és valamit így a kezükkel mahinálnak. Ez abból áll, hogy ezt a drótot tolják befelé a betegbe, és a szív koszorú ereig, amikor elér ez a drót, ilyen felvétel majd látszódni fog, akkor a dróton keresztül kontrasztanyaggal feltöltik az eret. Ahol az a kontrasztanyag megáll, ott van az ér elzáródása. Ez volt az első diagnosztikus lépés, a koszorúér festés. Aztán adódott a lehetőség, hogy ha tudjuk a bajt, akkor valahogy meg is kéne gyógyítani. Régebben erre az volt a módszer, hogy ha szűkületek voltak a koszorúéren, akkor oda koszorúér áthidaló, úgynevezett bypass műtétet végeztek. Majd ebből is mutatunk részletet. Aztán sikerült olyan technikákat kifejleszteni, amivel a koszorúér szűkületét
meg lehetett ugyanilyen katéteres módszerrel oldani, és ezeket az elzáródásokat is ezzel a dróttal addig furkották, olyan technikákat alkalmaztak, hogy meg lehetett nyitni, el lehetett onnan tüntetni a vérrögöt, és így biztosítjuk azt, hogy a szív ere átjárható legyen, vagyis a szív izomzat kapjon elég vért. Hát ez már nem megy ugye tablettákkal, hanem ez már műtőben történő beavatkozás, és hatalmas előrelépést jelentett az úgynevezett invazív kardiológia, ez a katéteres kardiológiai módszer, abban, hogy a betegek infarktus ellátása minél hatékonyabban történjen. Most már elég hosszú évek óta Magyarország legnagyobb területén megszervezték az úgynevezett ST-elevációs infarktus ellátását, ez az EKG egyik eltérésére utal. A szívinfarktusnak az egyik formája. Ezeket a betegeket már nem ezzel a hagyományos úgynevezett vérrögoldó kezeléssel gyógyítják, hanem ezzel a primer intervenciónak nevezett beavatkozással. Tehát ez abból áll, hogy a beteget a mentő otthon, közterületen észleli, elkészítik az EKG-t, látják, hogy infarktusa van, akkor lakhely szerinti legközelebbi ilyen szívkatéteres centrumba viszik a beteget így a mentővel, ahonnan tényleg egy rövid állapotfelmérés után azonnal leviszik a szívkatéteres laboratóriumba, ahol ezt a beavatkozást elvégzik a betegen. Így, hogyha szerencséje van, és időben történik a beavatkozás, és jó a hatásfoka, akkor az infarktusnak az égvilágon semmi nyoma nem marad. Míg akinél a beavatkozás vagy nem sikerült, vagy az infarktus már régi, ott a szívnek egy bizonyos része elhal, és a szív az egy pumpa, egy izmos pumpa, ami ugye a vért löki. Hogyha belegondoltok, hogy ennek a pumpának, izompumpának egy része elhal, akkor a működése az ugye csorbát szenved, tehát sokkal kisebb hatásfokkal tud dolgozni, és az a minden kezelés arra irányul, hogy minél több szívizmot mentsünk meg. Eddig világos? Itt látszik ez a koszorúér, ez amikor jó állapotban van, festékanyaggal feltöltve. Ez már a következő, amikor ugye mégsem elég a katéterezés. A koszorúér műtétnek 90%-át már mozgó dobogó szíve végzi.
Ez azt jelenti, hogy a műtét során a szívet nem kapcsolják ki a keringéből, így elkerülhetők azok a páros tényezők, amelyeket a mesterséges, szintűző keringés alkalmazások hozhat létre a szervezetben. Műtét után a betegek ide az intenzív osztályra kerülnek, és az ezt egy pillanatra még megállítom és elmagyarázom. Tehát régen az érműtéteket szíven úgy végezték, hogy a beteget lehűtötték. Ezt ilyen hideg infúziós oldatok alkalmazásával lehetett elérni, és erre azért volt szükség, mert a hideg szervezetben a szívdobbanások száma is alacsonyabb. Majd pedig a szívből kivezető legnagyobb éren, az aortán, kis sebet ejtve, oda különböző műszereket behelyezve, a vérkeringést egy külső motor végezte, tehát a szervezetben nem a szív pumpálta a vért, hanem ez a szívmotor keringette a vért, hogy a szív addig teljesen leállítható legyen. És ott végezték ezen az álló szíven a műtéteket. A koszorúér műtétet nem úgy kell elképzelni, hogy ha valakinek valahol rossz az ere, akkor azt ott egy érszakaszból kivágják, kidobják, és a helyére bevarnak egy másikat, tehát nem olyan, mint egy csővezetéken, hogy a rossz csövet kivágják és pótolják jóval, hanem a lábból kiszedett vénával, ami itt a láb belső felszínén fut, vagy pedig a mellkas belső felszínén menő artériát készítik elő ehhez a szívműtéthez. És egy úgynevezett megkerülést varnak a koszorúérre, tehát a szűkület előtti részre rakják a vénának, az eltávolított vénadarabnak az egyik végét, és a szűkület mögötti részre varják a másik végét, tehát egy megkerülő utat biztosítanak a vér számára, de a szűkült rossz rész az benn marad. És ezt hát két nagy koszorúér van, egy bal és egy jobb a szívünkön, ennek van számos ága. Ezeket az úgynevezett bypassokat vagy 2, 3, 4 vagy 5 esetben is föl lehet varni, tehát ilyen sok áthidalást. Ha egyes bypassra van szükség, akkor az csak extrém ritka esetben végzik el, mert arra a katéteres értágítás az tökéletes. Ha visszagondoltok biológiai tanulmányaitokra, akkor mindenki tanulta már a szívet meg a vérkeringést? De ki az, aki tanulta már? Nem fogok kérdezni, csak bátran lehet jelentkezni. Ja, hát 8. igen, azért kellett. Tehát azért azt tudjátok, hogy a szívnek 4 ürege van, 2 pitvar és 2 kamra. És a kis és nagy vérkört látja el, tehát a teljes szervezet vérkeringését a szív látja el. Na most a pitvarok között van egy pitvari sövény, ami
jó esetben zárt, a kamrák között egy kamrai sövény, ami jó esetben zárt, és a pitvarok és kamrák határán pedig szívbillentyűk irányítják a vért. A kamrákból pedig a nagy erekbe, az artéria pulmonálisba, tehát a tüdőartériába és az aortába szintén billentyűk segítségével nyomja ki a vért a kamra, és a billentyűk szabályozzák, hogy a vér ne tudjon visszafolyni a kamrákba. Tehát egy több szelepes, több rekeszes irányító rendszerről van szó. A szív fejlődése az egyik legbonyolultabb fejlődési módon zajló folyamat a magzati életben, és mint ilyen millió helyen sérülhet. A banális szívhibák, amikor az újságban azt halljátok, hogy lyukas szívű gyerek, hát azok a legegyszerűbbek, amikor vagy a szívpitvarok, vagy a szívkamrák közötti sövényen marad a fejlődésben vissza egy kis lyuk. Ezek nagy része, ahogy a baba növekszik, spontán záródik, tehát magától záródik. Van, akinek élete végéig megmarad, ez rendszeres követést, ellenőrzést igényel, de beavatkozás csak bizonyos jól meghatározott esetekben. Tehát amikor ilyenekről hallani, hogy rettenetesen szörnyű, hogy lyukas szívű baba született, az még tényleg a legegyszerűbb és az esetek nagy részében beavatkozást sem igénylő szívfejlődési rendellenesség. De hát vannak olyan szörnyű fejlődési rendellenességek, komplexek, hogy nem csak egy billentyű rossz, hanem több. A billentyűvel együtt a sövény is hiányzik. Van olyan, hogy egy babának az egész bal szívfele nem fejlődik ki, tehát nincs, ami a nagy vérkört keringesse. Régen ezek a babák szinte néhány órán belül meghaltak. Ma már ezeknek a műtétére is van lehetőség. Minden ilyen szívfejlődési rendellenességnél az az alap, hogy jó alapos újszülött vizsgálat történjen, és hogyha szívzörejt hallanak a babánál, megnézik az oxigénellátást a vérben, és itt bajt találnak, akkor ezeknek a gyerekeknek a legnagyobb része a mi kórházunk gyermekkardiológiai részlegére kerül. Itt történik a további kivizsgálásuk, és ha kell, akkor a műtétjük. Hát itt is mondta a doktor úr, hogy 1400 grammos ez a baba. Hát el lehet képzelni, hogy mekkora a szíve van, tehát hogy milyen méretekben kell itt ezeknek a csecsemő szívsebészeknek operálni. Ez tényleg mikroszkóp alatt megy, hát annyira picikék. Azt nem tudom, hogy milyen súlyú volt a legkisebb baba, akit operáltak, de az ilyen 2 kiló körüli babák, azok már elég testesnek számítanak, tehát az már nem egy olyan nagy gond, hogyha ilyeneknek a műtétjét kell elvégezni. Aztán meglepően jól gyógyulnak, jól tolerálják ezt a rengeteg tortúrát, amin kicsi korukban átmennek. De van, akinél ez nem sikerül, majd a végén szólok arról, ami ebből a filmből kimaradt, mert az azóta történt. Magyarországon az európai követelmények szerint évente legkevesebb 550-600 csecsemő szívműtétet és 150-200 szívkatéteres intervencióra van szükség. Hanem arra szerencsésnek, hogy a nőpolgok Budapesten ebben az intézetben az ország körbajzó középpontjában van lehetőség arra, hogy ezeket a gyermekkorvásokat a korszínvonalán elvégezzük, amelyeknek a minőségi mutatók tulajdonképpen megegyeznek a mutatógyógyi országok hasonló mutatóval. A csecsemő és gyermekkori szívműtétek összhalálozása az országos kardiológiai intézetben alacsony, 3,8%, beleértve a legösszetettebb beleszületett szívhibákat is. Igen, előszokottassága, jó? És a szívületben a válogatot elvettük el kétét, a vér is elvettem a szívületet, jó? 1993 óta az intézetben a gyermekek körében is alkalmazzák a szívkatéteres intervenciókat, amelyek a szívműtétet kiváltó katéteres beavatkozások. Ezek a gyermekek számára igen nagy könnyebbséget jelentenek a műtéttel összehasonlítva azért is, mert egy kétnapos kórházi befektetéssel elvégezhető. A gyermek szívközpontban ma minden olyan katéter intervenciós beavatkozás végzésére lehetőség van, mint Európa bármely fejlettebb országában. A szívritmus zavar
tapasztalaton alapuló gyógyszeres terápiákára felváltották a modern szívelektrofiziológiai diagnosztika és a katéterablációs kezelése. A katéteres... Na, ezt itt megint megszakítom, mert ez pont egy nagyon dinamikusan fejlődő terület az elmúlt évtizedekben. A szívritmuszavarok. Ilyen szóval, hogy szívritmuszavarok, nagyon gyakran találkoztok ti is. Majdnem mindenki ezt mondja, hogy ritmuszavara van, akinek egyet is mellé dobban a szíve, és ezt észreveszi. A szívritmuszavarok az egészen banális mellé dobbanástól a nagyon komplex, sőt halálos szívritmuszavarokig terjednek. Millió fajtájuk van, mindre külön speciális kezelési módszer. Régen a szívritmuszavarokra néhány gyógyszer állt rendelkezésre, hogy ezekkel kezeljük a betegeket. És ennek megfelelően hát kicsi volt ezeknek a kezeléseknek a hatékonysága is, de a diagnosztika, hogy megállapítsuk, hogy a szívritmuszavar éppen milyen természetű, honnan jön, milyen kötegeken, plusz nyalábokon, csomópontokon keresztül vezetődik le a szívben, ennek a vizsgálatára a koszorúér festéshez hasonló, csak szívritmuszavar kivizsgálást fejlesztettek ki, ami szintén műtőben, de helyi érzéstelenítésben szintén katéteres úton történik, tehát nem mellkas megnyitással, hanem érpályába történő drótok bevezetésével. Eljárású bevezetéssel jutózzanak a kezem, és hogy a beteg számára óriási előtt kell. A korábbi kezelés, a gyógyszeres kezelés egész ilyen tartó lézerszedés jelentett annak összes mellékhatására nélkül. Ezzel szemben a katéteres beavatkozás, egy egyszerű beavatkozás, és amennyi más sikeres, a beteg problémáit véglegesen megoldja. Az Országos Kardiológiai Intézetben önálló elektrofiziológiai és pacemaker-terápiás részlet működik. Intézetünkben elérhetővé váltak olyan úgynevezett elektroanatómiai térképező rendszerek, amelyek segítségével akár a legkomplexebb ritmuszavarot is nagy biztonsággal térképezhetőek, illetve később kezelhetőek. A kezelés követően a beteg néhány órán belül elhagyhatja az intézetet úgy, hogy szívritmuszavarai végleg megszűnnek. Többé gyógyszeres kezelésre sem szól. Az Országos Kardiológiai Intézetben évente több mint 300 transzkatéteres ablációs kezelést, 800 pacemaker és ICD beültetést, valamint úgynevezett reszinkronizációs kezelést végeznek. Történnek a szívbetegek funkcionális kapacitását felmérő
és a szomorú betegség diagnózisát megalapozó terheléses vizsgálatok, valamint a 24 órás TKG monitorozás. Jó, tehát az előbbi témák voltak a döntően műtétes területek. Tehát itt egy pici képet kaphattatok arról, hogy ez az alapvetően belgyógyászati tudomány, mint a kardiológia, hova fejlődik a 21. században. Tehát azoknak a fiúknak a figyelmét felhívom rá, akiknek túl kevés a sebészet, mert valami többet is szeretnének csinálni. Tehát magában a beteg diagnosztikájában jobban részt akarnak venni, tehát belgyógyászhoz hasonló munkát akarnak végezni, de túl kevés nekik ez a belgyógyászati pepecselés, és vagdalkozni is akarnak. Azok számára a kardiológia egy kiváló tudománnyá fejlődött az elmúlt évtizedekben, mert láttátok, hogy rengeteg műtétes technika van. Ezeknek a szívsebészeti részét, a nyitott szívműtéteket és a csecsemő szívsebészeti beavatkozásokat végzik csak szívsebészek. Szívsebész úgy lehet valaki régebben, hogy sebészeti szakvizsgát szerzett, majd erre egy ráépített szívsebészeti képzést. Ez mára már nem így működik, hanem közvetlenül szívsebészeti szakvizsgája kell, hogy legyen annak, aki szívsebész szeretne lenni, tehát nem kell előtte sebészeti vizsgát tenni. A képesítés megszerzése az egyetem után még 7 évet jelent, tehát igazán nem rövid idő, amíg eljuthat valaki ahhoz, hogy szívsebész legyen, de ugyanez vonatkozik a kardiológiára is. Tehát régebben a kardiológiai szakvizsga megszerzése is egy ráépített szakvizsga volt, belgyógyászati, anesteziológiai intenzív terápiás vagy pulmonológiai szakvizsga után lehetett egy 2 éves továbbképzéssel kardiológus szakvizsgát tenni. Most is járható még ez az út, de itt is megjelent már a közvetlen kardiológus képzés. Ugye az egyetemen, amíg a 6 évig járnak a hallgatók, addig minden tárgyat hallgatnak, minden tárgyból vizsgát tesznek, de ez nem jelenti azt, hogy ilyen minőségben, tehát akár belgyógyászként, sebészként, traumatológusként dolgozhatnának. Mindenből van egy szigorlatuk, tehát megismerkedtek a tárgy alapjaival, de ennek a gyakorlására, hogy elkezdhessék, minden tárgynak meghatározott idejű szakvizsga után lehet csak neki menni. A legpontosabb új rendelkezéseket én nem tudom, de a kardiológia az ilyen 6-7 év, a szakvizsga megszerzése, belgyógyászat 5 volt régebben, gondolom még ma is 5 év egy alapszakvizsga megszerzése. És csak hogyha valaki ezt a szakvizsgát letette, utána lehet belőle olyan orvos, aki önállóan végez ilyen területen munkát. A szakvizsga megszerzése nem abból áll, hogy valaki megtanul egy vastag könyvet, hanem kötelezően előírt időt is teljesíteni kell olyan osztályon, ahol ezzel a témával foglalkoznak. Tehát ha valaki nagyon okos, sem tudja előbb megszerezni a szakvizsgát, mert az eltöltendő hónapok száma az meghatározott. És ha letöltötte ezt a gyakorló időt, utána kell még gyakorlati, 3-4 napos gyakorlati, majd egy napos elméleti vizsgát tenni az adott tantárgyból. Kardiológiának most a hagyományos diagnosztikai részére kezdtünk áttérni, mivel a szív- és érrendszeri betegségek Magyarországon a leggyakrabban előforduló betegségek, minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg, ezért nagyon fontos lenne, hogy a veszélyeztetett korcsoportok kardiológiai szűrővizsgálatokon essenek át. Ilyen szűrővizsgálatokat fogunk bemutatni. A szűrővizsgálatok azért lényegesek, mert olcsóak, könnyen reprodukálhatóak, nagy tömegben elvégezhetőek. Míg ellentétben az előbb látott műtéti beavatkozásokkal, az ugye már egy kiválasztott betegcsoporton kell, hogy megtörténjenek. De kik azok, akik veszélyeztetettek, és kellene, hogy alaposabb kivizsgálásra kerüljenek? Hát kardiológiai betegségek rizikófaktorai közül két nagy csoportot különböztetünk meg. Az egyik az a rizikófaktor csoport, amit nem tudunk befolyásolni. Ilyen, hogy valaki hány éves, milyen nemű, milyen a genetikája. Veszélyeztetettebbek a férfiak, illetőleg azok a nők, akik már nem menstruálnak. És az idősebb életkorban is egyre növekszik ezeknek a betegségeknek az előfordulása.
Azok a rizikófaktorok, amiket viszont befolyásolni tudunk, szintén nagyon sokan vannak. Ilyen a magas vérnyomásbetegség, a magas koleszterinszint, cukorbetegség, dohányzás, mozgásszegény életmód, és még számos olyan apró rizikófaktor, amit most itt nem sorolok fel nektek, de ha ebből is így végig gondoljátok, hogy hány dohányos, 50 feletti magas vérnyomásos férfi beteget ismertek, vagy hány túlsúlyos, cukorbeteg, már nem menstruáló nőt, hát gyakorlatilag mindenkinek van ilyen ismerőse. Ezeknek a további vizsgálata nagyon fontos lenne, hogy mennyire veszélyeztetettek a szívinfarktus előfordulása szempontjából. Mert ezeket a kiszűrt betegeket nagyon jól lehet már kezelni, és itt jön be a hagyományos kardiológiai kezelés, a gyógyszeres kezelés. Az egyik ilyen vizsgáló módszer a terheléses EKG, amikor szobabiciklin vagy futószalagon EKG-val, vérnyomásmérővel felszerelve igyekszünk a beteget minél jobban megkínozni, minél nagyobb fizikai terhelésnek kitenni. Megpróbáljuk azokat az EKG eltéréseket vagy panaszokat provokálni, amik a szívinfarktus előjelei. Anyagi és légutati belőeredmények a démencia betegedéseit az angiológiai laboratóriumban vizsgálják. Emellett izotópdiagnosztikai laboratórium, hipertónia laboratórium, valamint nagy teljesítményű kémiai laboratórium szolgálja a betegek teljes körű kardiológiai vizsgálását. A járóbeteg rendelésen évente mintegy 60 ezer beteget vizsgálnak, majd a beavatkozások megtörténte után sokukat gondozásba is veszik, és rendszeresen ellenőrzik. A betegek ápolását korszerű körülmények között barátságos és tiszta környezetben gyakorlott szakszemélyzet végzi. A rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően az intézeti orvoscsapatot magasan kvalifikált asszisztensi és nővérgárdasági munkájával. Az intézeti ambuláns rehabilitációs program segít visszaszerezni az infarktuson vagy szívműtéten átesett betegek munkaképességét. Az intézetben folyó gyógyító munkát áthatja a prevenciós szemlélet, amelyet már az alapító Gottszegenkirch professzor megfogalmazott. A testélet tudja életmód, az egyoldalú táplálkozás, az élvezeti mérgek túlzott fogyasztás ellen vívott küzdelem, meg a része a harcnak, amelyet a multiplex kóróktanú koszorúvérbetegség ellen vívni kivatottak vagyunk. Nem, akkor ennyi volt a mi kórházunk bemutatkozó filmje. Tehát arra szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy a orvoslásnak ez egy hatalmas szelete, a kardiológia, és ebben mind a úgynevezett invazív kardiológia iránt érdeklődők, mind a hagyományos belgyógyászat iránt érdeklődők el tudnak mélyedni, és rengeteg terük van arra, hogy tegyenek is valamit. Mit lehet csinálni akkor, hogyha van, akinek van az ismeretségi körében olyan, akit, olyan ember, akit szeretne kivizsgáltatni? Ugye az alapellátás lenne a legfontosabb, hogy mindenki a házi orvosánál, akár az apukáját, anyukáját küldje el, mérjék meg a vérnyomását, készüljön róla EKG, tehát a házi orvosok nem azért vannak, hogy recepteket írjanak fel a betegek számára. De ezt tudom, hogy nagyon nehéz megszervezni. Mi van akkor, hogyha valaki ennél többet szeretne tenni az ismerőseiért, vagy úgy érzi, hogy valaki veszélyeztetett? Akkor is van lehetőség ezeknek a vizsgálatoknak az elvégeztetésére, mert minden kerületben és minden városban vannak szakrendelések, és a szakrendeléseken belül a kardiológiai szakrendelésre lehet irányítani ezeket az embereket, hogy ott készüljenek alapvizsgálatok, amiben beletartozik az, hogy valakinek csak legyen egy vérvétele és egy mellkasröntgene is. Ezzel is egy csomó minden betegséget ki lehet szűrni. Nagyon érdekes, hogy a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a következő szívinfarktus megelőzésére, vagy egyáltalán az első esemény bekövetkeztére nagyon hatékony gyógyszereket fejlesztettek ki. Ezeknek a gyógyszereknek azonban a folyamatos és tartós szedése biztosít csak a betegek számára védelmet.
Ilyen gyógyszer az egyik az aszpirin, amit ugye mindenki hallott már, ezt megfázásra, lázcsillapításra szoktuk használni, a tévében is reklámozzák az aszpirint C-vitaminnal kombinálva meghűlésekre. Annyit érdemes tudni, hogy ezek az 500 mg-os C-vitamin, vagy aszpirinek, amik a megfázásra valók és lázcsillapításra. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére nem ilyen nagy dózisúakat adunk, hanem 75, Magyarországon 100 mg-os formában lehet ezeket a tablettákat kapni. Hát és azokat, akik ilyen szív- és érrendszeri betegek, azokat sajnos minden nap rá kell venni arra, hogy ezt be kell szedni. Aztán nagyon hatékony megelőző gyógyszert találtak a koleszterin szint csökkentésére. Ezeket a vizsgálatokat, amikben a gyógyszerek hatását bizonyítják, nem laboratóriumban döntik el, hanem a letesztelt és hatékonynak bizonyult gyógyszereket 10-20-40 százezres beteg populáción világszerte tesztelik, és nézik, hogy ha valaki ilyen gyógyszeres kezelésben részesül, valóban csökken-e a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása. És azokat a gyógyszereket, amik ebben tényleg hatékonyak, azokat tartós szedésre ajánlják a betegeknek. Ilyenek például a koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, amiknek a szedése bizonyítottan csökkenti a szívinfarktus, agyérgörcs és lábérszűkület kialakulását. Ezen kívül még egy gyógyszercsoport van, amit minden ilyen betegnek javaslunk szedni, tehát három olyan gyógyszer van, amit folyamatosan, rendszeresen kéne szedni a betegeknek. Ha valaki már átesett infarktuson, akkor átélt egy olyan sokkoló élményt, ami arra kéne, hogy motiválja, hogy tegye le a cigarettát, változtassa meg az étkezését, stb. Még azok a betegek is, akik mondjuk az infarktus akut szakaszában újraélesztésre kerültek, egy idő múlva, ha úgy érzik, hogy jól vannak, el is kezdenek úgy viselkedni, mintha mi sem történt volna. Elhagyják a gyógyszereiket, és nagyon-nagyon sokan ismételten dohányoznak, nem beszélve arról, hogy hogyan étkeznek. Ami a filmünkből kimaradt, mert ez egy néhány évvel ezelőtti felvétel, az a szívátültetés. A csecsemő és felnőtt szívátültetési program, amit szintén a mi kórházunkban hajtunk végre. A csecsemő szívátültetés műtétjei is itt történnek. A felnőtt szívátültetés műtéte az nem a mi kórházunkban van, hanem a Városmajori Ér- és Szívsebészeti Klinikán, de a betegek kiválasztása és utógondozása a mi kórházunkban történik. A kisbaba műtéteknél mondtam, hogy rengetegféle szívfejlődési rendellenességet meg lehet ma már műtéttel vagy szívkatéteres úton gyógyítani. Most néhány éve, 4 éve megy ez a program, aminek kapcsán azokat a babákat, akik nem tudnak szívműtétre kerülni, vagy nem tudnak ilyen módon szívműtétre kerülni, gyermek szívtranszplantációra készítjük elő. Ugye ezeknek a transzplantációra váró babáknak a küzdelméről azért lehet a sajtóban hallani, hogy ki az, aki már 200-300-350 napja vár műszívkezelésen a transzplantációra. A szívátültetésen átesett csecsemők, illetve gyerekek utánkövetése során elég jók a túlélési esélyek, 2 gyerek halt meg. Az egyik tényleg nagyon beteg volt, tüdőgyulladásban halt, meg a másik pedig szívkilökődésben. Ugye nagyon-nagyon nehéz azt felfogni, főleg ha valaki pici korába esik át egy ilyen eseményen, szívátültetésen, hogy csak akkor maradhat életben, hogyha élete végéig szedi a kilökődés gátló gyógyszereket. Ezeket naponta többször kell szedni, és nem szabad kihagyni belőle semmit. Most el tudjátok képzelni, hogy ha kamaszkorban éppen valaki úgy is sokkal okosabb, mint a világon lévő összes ember, akkor nem merülne fel benne az, hogy hát biztos meg leszek én gyógyszer nélkül is. De ez minden ilyen gyermekkortól folyamatosan tartó betegségre igaz, hogy főleg a kamaszokkal nehéz ilyenkor megküzdeni, mert természetes lázadásuknál fogva a gyógyszerek bevétele ellen is tiltakoznak, meg maga a betegség ellen is tiltakoznak. Csak sajnos ilyen esetben ez nem megengedhető, hogy elhanyagolódjon a kezelés. A felnőtt szívát ültetett betegeink közül ott elég sokan vannak, ott nem a szívfejlődési rendellenesség az, ami miatt átültetésre kerülnek a betegek, hanem a legnagyobb részük az infarktuson átesett, és ott, ahol
nagy szívizom terület elhalt és szívelégtelenség áll fenn, akkor emiatt kényszerülünk, ha más lehetőség nincs, a szívtranszplantációt elvégezni. Nem tudom, hogy ezzel megleplek-e benneteket, de még a szívát ültetett betegek is, hát a férfiakra gondolok elsősorban, azok majdnem mind ugyanúgy dohányozni kezdenek, és alkoholt is fogyasztanak, mint annak előtte. Tehát egyik oldalon mindent megteszünk értük, és mikor úgy érzik, hogy jól vannak, akkor visszatérnek a korábbi életvitelükhöz, ami az előző infarktusokat és egyéb betegségeket előidézte. Tehát viszonylag meddő küzdelmet folytatunk ezzel a betegcsoporttal, de hát azért vannak természetesen sikertörténeteink is, akik nagyon jól kooperálnak, és tényleg teljes értékű életet tudnak élni a szívátültetés után. De mondom, vannak felelőtlenek is. Az elmúlt héten csecsemő újraélesztésről volt szó, akkor volt itt közületek valaki? Jó, akkor hát persze arról nem beszélnék, de néhány szót a felnőtt újraélesztésről mondanék. A filmben látszott az a férfi, aki így a szívéhez kapott és a falnak támaszkodott, összeesett az utcán. Na, ilyen esetekben, ha egy földön fekvő embert láttok, akkor, és van bennetek valamennyi segítő szándék, akkor célszerű oda menni hozzá. És amit legelőször meg kell ilyen betegnél nézni, hogy ha látod, hogy lélegzik, akkor rendben van, de hogyha nem látod, hogy lélegzik, akkor itt a nyaki verőeret kell megtapintani, nem a csuklón keresni a pulzust, hanem a nyaki verőeret, és ha itt nem éreztek nála pulzációt, akkor felmerül az, hogy az újraélesztést meg kellene kezdeni. Ha egy ilyen eset áll fenn, amit itt a film mutatott, hogy egy úgynevezett kamrafibrilláció, ilyen kamrai ritmuszavar a meghalás oka, akkor ezt a mellkasra, szegcsontra irányozott jó erős ökölcsapással meg kell próbálni megszüntetni. Tehát ha egy ilyen földön fekvő beteget látok pulzus légzés nélkül, akkor amennyit meg tudtok tenni, hogy a mellkasát szabaddá teszitek, és egy jó nagyot rásóztok a mellkasára. Ez, hogyha elég erős, akkor meg tudja állítani ezt a kamrafibrillációt, legalábbis van rá esély. Hogyha ezek után nem tér magához, akkor meg kell kezdeni az alapszintű újraélesztést, természetesen meg kell próbálni segítséget hívni. A felnőtt újraélesztés nem úgy történik, mint a babáknál, hanem a mellkasra két kézzel, két összefont kézzel kell nyomást gyakorolni, és nyújtott karral. És derékból előre dőlve, tehát nem így rugózunk a beteg mellkasán, mint egy tornaórán, hanem összefont karunkat kinyújtott karral, a beteg mellkasára ránehezkedve, és úgy előre dőlve, tehát derékból előre dőlve kell a beteg mellkasát nyomni. Hogyha ezt folyamatosan, jó ütemben, tehát nem lassan, legalább egy 100 per perccel, tehát jó ütemesen kell nyomni, akkor ez is elég tud ahhoz lenni, hogy az agy vérkeringését biztosítsa. Tehát nem kell azzal foglalatoskodni, hogyha láthatóan szabadak a beteg légútjai, tehát nem hörög, nincs félrenyelés, nem jön ki hányadék a száján, akkor nem kell a lélegeztetésével elkezdeni foglalkozni, majd azt, ha kiért, a mentőegység fogja csinálni, de a helyesen végzett mellkas kompresszió az biztosítani tudja az agy vérellátását, és a befúvás majd utána elkezdi, aki jön. Ha ketten vagytok, akkor természetesen könnyebb, mert valaki a befúvást tudja végezni, valaki meg a mellkas nyomást, de hát ehhez gyakorolni kell. Amit mondom, érdemes megtanulni, hogy a pulzust a nyaki ütőéren nézzük, nem a csuklót tapogatjuk, és aztán a beteg mellkasára egy nagy nyomást kell gyakorolni. Amit így látom, hogy megfogtad a nyakad, amit érdemes még ebből megtanulni, hogy nem, így nem szabad megfogni. Tehát csak egy oldalon. Ha valakinek éppen ilyen érzékenység van, a két oldali nyaknyomástól leállhat a szíve. Tehát egy oldalon megfogod így, ahol érzed, az áll alatt. Mindenki próbálja meg kitapogatni a sajátját. Itt elég jól lehet érezni, hogyha
nincs vérnyomása a betegnek, akkor itt semmiféle pulzus nem észlelhető. A csukló ez egy zűrös ügy, oda nem biztos, hogy kijut a pulzus hullám, avval nem, vagy ha bármi leszorítja a karját, már nem jut el oda, avval nem érdemes próbálkozni. Kérdés van-e? Jó, hát akkor köszönöm a figyelmet.